már az 1990-es évek elején volt ilyen irányú igény, azért, hogy a közlekedés biztonsága javuljon, hisz mindannyian tudjuk itt Bábolnán, hogy elég rendezetlen volt a közlekedési morál itt Bábolna központjában. Aztán 2003-ban készültek el a kivitelezési tervei a körforgalomnak, és ezt követően 2005-2006 volt a megvalósítás éve. Pályázati kiírási szempont egyáltalán nem szerepelt ebbe, forgalomtechnikai szempontok igen, és a célszerűségi, tehát hogy közlekedés biztonságilag a jelenlegi felmérések szerint a körforgalma legbiztonságosabb és a legalkalmasabb, az ilyen kis területek szabályozására és a közlekedés megoldására. Talán a mi cégünk elég nagy útépítő cég, az egész életünk ezzel telik, hogy ilyen és ehhez hasonló munkákat végzünk. Úgy gondolom, hogy egy szép, izgalmas feladat, különösen a város közepén, de hát ahogy itt a rendezvényen is elhangzott, úgy tűnik, hogy sikerült helytállnunk, és általánosságban elégedettek voltak a munkánkkal. Azt mindenképpen szeretném beleszűrni ebbe a kis beszélgetésbe, hogy én még ilyen jó hangulatú településen nagyon régen voltam, pedig elég sok helyen járok az országban, de itt élmény volt ezen a rendezvényen itt lenni, és érezni az embereknek ezt az örömét, meg ezt a közös felbuzdulását ennek a csomópontnak a elkészülte után. Maga a szakmai szempontból nyilván egy izgalmas, ugye sok ágú út találkozik ebben a csomópontban, és ez izgalmas forgalomszervezési feladat, de ez az egységünk, akik ezt a csomópontot készítették, ezek kiváló szakemberek, a cégünk legjobbjai, és hát én úgy gondolom, hogy helytálltak. A körforgalmi csomópont egyébként korábban, sok évvel ezelőtt, hosszú ideig nem volt gyakorlottan alkalmazott megoldás ebben az országban, pedig ilyen sokágú találkozásánál a legbiztonságosabb és a legjobb megoldás. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban is nagyon hamar fogják tapasztalni, vagy talán már tapasztalták is, hogy ez egy nagyon biztonságos és nagyon jó szakmai megoldás. Nagyon gyakran épül most már körforgalom, mi is készítettünk kicsiket, nagyokat, ez egy olyan közepes méretűnek számít. Az nagyon jó volt, hogy nagyon kevés lakossági panasz volt, vagy lakossági ellenállás, ami inkább szokta nehezíteni ilyen helyen a munkákat. Itt ilyet nem tapasztaltam, én úgy gondolom, hogy ez egy szakszerűen végrehajtott munka volt. Nagyon sok nehézség és nagyon sok panasz van úgy általában. Nem egy olyan építkezésünk volt már, aminek a végeredménye az lett volna, hogyha az lett volna, amit a lakosok szeretnek, hogy összedőlt az egész település a munkagépeknek a hatására. Ez ilyen értelemben egy nagyon kellemes hely volt. Én azt gondolom, hogy nagyon döntő és nagyon fontos az, hogy a megrendelő, az önkormányzat az hogyan kommunikálja ennek az építkezésnek a fontosságát, hogyha az önkormányzat vezetői a kivitelezők oldalán állnak, és próbálják a lakossággal is megértetni, hogy mennyire fontos és miért fontos ez valamennyiük számára, akkor általában ott kevésbé vannak problémák. Például ilyen élményünk volt, ehhez hasonló élményünk Nyíregyházán legutóbb, ahol egy nagyon nagy munkát építettünk, és ott is viszonylag kevés lakossági ellenállással kellett számolnunk, de ez egy kimondottan élvezetes volt ez a mostani. Ott, ahol viszont az önkormányzat kevésbé áll a kivitelezők segítségére ez ügyben, ott szokott a lakosság aztán kibontakozni és rengeteg ötlettel előállni. Gyere, azt jöttem képet, hogy milyen bőrkülön nincs van ott bár. Fogalmad nincsen, gyere be ott, hallgass meg! Hát néhány lakossági bejelentés érkezett ugye a zajjal kapcsolatban, amikor még a bontási munkák voltak problémák a közlekedéssel kapcsolatban, és ezt elmondtam ugye a beszédben is, hogy azért Bábolna lakossága rendkívül nagy toleranciával kezelte, és rendkívül fegyelmezetten vettük tudomásul a különböző átcsoportosításokat, útszűkítéseket, egyebeket, amely az esetlegesen egyéb más felmerülő problémákat pedig megfelelően próbáltuk kezelni. Hát itt nagyon sokszor kijártunk és próbáltuk meggyőzni a lakosokat arról, hogy ez, ami majd kialakul, az jó lesz, és nekik is előnyükre válik.
hát a tervek elkészültekkor véleményezésre kiadtuk a település lakosainak, közmeghallgatást tartottunk, akkor is már az 5 fa kivágása bent volt a tervbe, de akkor erre nem figyelt fel senki, hanem amikor elindultak a munkálatok, akkor került ez jobban előtérbe. Igazából én azért nem értem ezt a problémát, illetőleg ezt a folyamatot, mert mindig minden esetben Bábolna Fórumon, tévén, közmeghallgatáson, illetve testéletű ülésen elhangzanak a fejlesztési projektek, a megvalósítási dolgok. Ez is elhangzott, és szerintem akkor kellett volna, és akkor nagyobb lehetőség lett volna a véleményezés esetleges változtatásra. Ráadásul a tervezőnek a véleményét meg aztán pláne nem értettem, amikor azt mondta, hogy át lehet tervezni, és máshogy lehet a körforgalmat kialakítani. Akkor miért nem úgy tervezte meg már a kezdetekben, hogy ezt a bizonyos 5 fát megmentse. Summa summarum, hát a fák sajnos kivágásra kerültek. Tény az, hogy nem tudunk olyan fát ültetni, amit kivágtunk, hisz 100 éves fák voltak már, de én bízom abban, hogy hamarosan kitelepítésre kerülnek majd a fák is, amelyek megerősödnek, és a elkövetkezendő nemzedékek, akik majd használni fogják a körforgalmat, remélhetőleg szépen folyamatos jelleggel megújítva és karbantartva, azok már egy megerősödött és szép képet fognak látni zöld növényzet tekintetében is. Úgy gondolom, hogy bevált, és kezdik elfogadni a település lakosai is, illetőleg meg is kezdjük megtanulni a körforgalom szabályait, mert ugye ezzel azért voltak problémák, nem igazán voltunk tisztában a körforgalom szabályaival, hisz nagyon sokan rutinból vezetnek. Ebből fakadóan aztán az általános iskola diákjai kijárnak ide a tanárokkal, ők elmagyarázzák a közlekedés szabályait, a kerékpárút, gyalogos közlekedés és egyéb közlekedési szabályokat, és úgy gondolom, hogy egy idő múlva ez is rutinná válik, és fogjuk tudni azt, hogy mit hogyan kell tenni. Ugye tudjuk azt, hogy megjelent a Bábolna Fórumban egy lakossági megnyilvánulás magáról a körforgalomról is, meg a Zegut ZRT-nek a munkavégzéséről is. Ezen túlmenően, hát jó magam, én a lakossági véleményt a megnyilvánulásokból tudom, a napi szinten, tehát amikor bevásárolok, akkor megállítanak az emberek, tetszik nekik, jó, sokkal szebb lett a városkép. Tehát én idáig csak pozitív megnyilvánulást hallottam a település lakosai részéről. Mindenki örült neki, mindenki büszke volt arra, hogy Bábolna városközpontja megújult. Mindenki megjegyzi azért, hogy majd reméljük, hogy a környező épületeknek a gondozottsága is ehhez igazodni fog. Azon leszünk, hogy ez is pozitív irányú változást hozzon.